estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Azt mondják a fővárosi szocialisták, nevezetesen a fővárosi szocialisták elnöke Kunhalmi Ágnes, hogy valaki nem tud vagy nem akar számolni a Magyar Nemzeti Bankban, mert hogy az Eiffel irodaház megvásárlásával kapcsolatban, amit eddig tudunk, az átlátszó.hu jóvoltából, ott bizony az érték, mármint hogy amibe belekerült a megvétel és a felújítás, illetve amennyiért megvásárolta a Magyar Nemzeti Bank, a között jelentős különbség van. Minden esetre a szocialisták most azt firtatják, hogy az MNB számára készült értékbecslés módszertana rengeteg kérdést vet fel, és erre a kérdésekre ők egy vizsgálat útján módján szeretnének válaszokat kapni. Kunhalmi Ágnes a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is mi az a rengeteg kérdés, ami ön szerint homályos, vagy nem látszik, vagy nem tudjuk, hogy most itt mi történt az értékbecslésnél? Hát, ugye az alapprobléma is, már ezt az ön műsorában is többen boncolgatták ezt az adásvételt, hogy a Magyar Nemzeti Bank az miért vásárolt meg a belváros szívében egy gyönyörű épületet, kicsit drágábban, mint ahogy ezt a piaci értékbecslők, egyébként értékfelmérők tartották. Tehát ezt egy 11-12 milliárdos összegű, nagy, gyönyörű ingatlanról van szó a Nyugati pályaudvar mellett, Eiffel Palace, ugye ez egy nagyon-nagyon szép ingatlan egyébként, és ez sikerült a Magyar Nemzeti Banknak 18 milliárd forintért megvásárolni, miközben 11-12 milliárdra tartották a piaci értékmérők, értékbecslők, ez egy jó 6-7-8 milliárdos különbség. Na, de erre reagált a Magyar Nemzeti Bank, hogy itt teljesen más a forgalmi érték, illetve az, hogy ők hogy vették, mint vették, értékesítik, hány éven keresztül, vannak-e benne bérlők, lesznek-e, tehát hogy itt nem lehet egy az egyben számolni, hogy maga az épület, tégla, üveg mennyibe kerül, ezen az adott helyen mennyibe kerül, hanem hogy mit tud vele kezdeni, azt is kalkulálni kell. Nos, a probléma azzal van, hogy itt kicsit nagyobb a különbség, mint amit szerintem és szerintünk meg lehetne magyarázni. Én elhiszem azt, hogy Matolcsi György úr csináltattak egy felmérést a KPMG-vel, egy értékbecslést, amely véleményünk szerint egy kicsit más módszertan alapján dolgozott, mint ami a jogszabályban megvan adva. Ugyanis a kedves tévénézőknek azt kell látniuk, hogy bizony kőkeményen jogszabályban le van fektetve az, hogyha az állam vásárol elnézést, valamilyen ingatlant, akkor bizony, hogy milyen értékbecslés folyjon, az jogszabályban meg van állapítva. Véleményünk szerint ez nem igazán felel meg annak az értékbecslésnek, amire a Magyar Nemzeti Bank és Matolcsi György úr hivatkozik. Itt túl nagy a különbség. Ez a 7-8 milliárd forint, ez indokolatlanul drága, véleményünk szerint. Egyrészt nem feladata, ezt már többen elmondták szakértők is, hogy a Magyar Nemzeti Bank profitot termeljen, de ami a probléma azzal van, hogy itt egy olyan offshore hátterű cégtől vették meg, aki ezt a 6-7 milliárdot véleményünk szerint elvitte, akinek a kis Antillákon vagy a Cipruson van, azt hiszem, a vége a cégbirodalomnak. Tehát ha Simor Andrásra azt állította a Fidesz, a korábbi egybank elnökre, hogy offshore lovag, akkor véleményem szerint és véleményünk szerint egy egész lovas hadseregnek a vezetője Matolcsi György, mert ez egy nagyon nagy különbség, indokolatlanul drágán vette meg a Magyar Nemzeti Bank ezt az ingatlant, és nem tudja megmagyarázni, hogy miért. Ez egy fontos mondat, hogy megmagyarázni, meg tudja vagy nem tudja megmagyarázni. Hol magyarázhatná meg? Ezt próbálom most már hetek óta kideríteni, amióta a Magyar Nemzeti Bank bármiféle költéséről kérdezem a vendégeket, hogy felügyelőbizottság még nincs, hogy mikor lesz, nem tudjuk, de hogy addig vagy azután egyáltalán ki az, aki számon kérheti a jegybank elnököt, hogy miért is költ ennyit, feladata ez, miért gondolja, hogy feladata, mi az a közgazdászképzés, miért akar oktatni, tehát számtalan kérdés van az MNB körül, de ki tudja ezeket feltenni? Hát először is ugye van a parlamentnek, vannak bizonyos bizottságai. Én magam is kezdeményeztem, mint a kulturális bizottság alelnöke a társaimmal, az például az egyik tevékenysége kapcsán a 200 milliárdos költése a felsőoktatásra, pontosabban egy alternatív közgazdaság iskola bevezetésére Magyarországon. És határon kívül? Így van, tehát az Oktatás és Kulturális Bizottságnak, ha egy harmad vagy egy ötöde
kezdeményezi a tagoknak, akkor Matolcsy Györgyöt igenis be lehet hívni, ha csak nem járunk úgy, hogy leszavaznak bennünket a fideszesek, majd meglátjuk, holnap tesszük ezt a kezdeményezést. Nem. De egyébként a gazdasági bizottság, akihez tartozik az egész Magyar Nemzeti Bank ügye, ők is kezdeményezhetik, hogy igenis jöjjön be a bank elnöke, és magyarázza meg, hogy miért tesz ilyet, miért vásárol ilyet. Nyilvánvalóan... De hát már volt egy ilyen vakrepülés, hát akkor megtudták, hogy ugye Burány Sándor volt az, aki arról beszélt, hogy hiába próbálták Matolcsy Györgyöt meghívni, a fideszes képviselők a bizottsági ülésre sem jöttek el, mert azt mondták, hogy ez nem is tartozik erre a bizottságra, tehát hogy már egy ilyen nekifutás volt. Az a pénzügyi bizottság, akkor a gazdasági bizottságnak is meg kellene ezt próbálnia, és meg is fogjuk próbálni, mint ellenzéki képviselők, az ottani szocialisták meg fogják képviselni, én magam szocialistaként az oktatási bizottságba fogom ugyanezt tenni, tehát azért vannak eszközök a kezünkben, tehát a végén természetesen a feljelentés megszületett. Pápa Levente úr az Együtt PM politikusa ezt megtette, és önnél is volt itt az adásban. Feljelenthetném én magam is egyébként, hogy megvizsgálódjon ez az ügy, de hát úgyis csak összetolnák egyébként ezeket a pereket, úgymond. Úgyhogy van azért mód, de még egyszer jó lenne az, és hát természetesen én magam Matolcsy György úrhoz írásbeli kérdést is intéztem, egyszerűen alanyjogon országgyűlési igen, előbb-utóbb válaszolnia kell. Válaszolt is. Itt a probléma azzal van, hogy egy olyan értékbecslésre hivatkoznak, amely szubjektív értékrendszer tartalmaz, amely lehetőséget ad a Magyar Nemzeti Banknak és a Magyar Nemzeti Bank elnökének, hogy alátámassza ezt. Csak hát túl sok a gyanús körülmény, ugye? Mindig ez okozza a problémát. Kicsit, ha háttérben nézünk, mindig ettől lesznek kicsit idegesek, vagy gyanút, ettől fog a közvélemény és az ellenzéki politikusok is, hogy egyrészt miért indokolatlanul drágán sikerült ezt megvenni. Miért van az, hogy például a szerződést, amely az offshore cég és a Magyar Nemzeti Bank között köttetett, az az ügyvédi iroda csinálta, aki a jelenlegi igazságügyi miniszter résztulajdonos abban az irodában. Erről ő nyilatkozott, azt mondta, hogy hát most éppen nem folytatott ügyvédi tevékenységet, és nincs tudomás arról, hogy az ügyvédi irodája milyen szerződéseket Természetesen, csak kicsit sok a gyanús körülmény, és mindenre van egy jó válasz, egy jó kommunikációs válasz egyébként a Magyar Nemzeti Banknak, meg van egy jó válasz egyébként a kormánynak is, de én azt hiszem, hogy ezt az ügyet tényleg ki kell vizsgálni, mert azt nem lehet, hogy egy kormányzat folyamatosan az átláthatóságra, a tisztességre, a munkaalapú társadalomra hivatkozik, és a bankok ellen megy, de önmagára törvény egyébként nem biztos, hogy betartja. Addig kérdezősködnek, még úgy járnak, mint Bolt Péter Rákos, akit ma hívtunk. Kíváncsi vagyok, hogy hogy értelmezte, vagy hogy fogadta ezt a levelet, amit kapott közlemény formájában, vagy nyílt levél formájában Matolcsy Györgytől, aki meglepetéssel értesült Bolt Péter Rákos egykori MNB elnök kijelentéseiről, mert hogy a hazai közösségi vagyont gyarapítja a vásárlásokkal a Magyar Nemzeti Bank, és egyébként régen sokkal több ingatlana volt az MNB-nek, és a jelenleg nyomott ingatlan piaci árakat használta ki, így jutott kedvező áron az ingatlanhoz, vagy ingatlanokhoz, és megjegyzi Matolcsy György, hogy a irodaház mindegy kétharmadát már bérbe adták jelentős hazai, külföldi szereplőknek, ez pedig hasznot hoz, és hogyha elfoglaltságai mellett lehetőség szerint ideje van Bolt Péter Rákosnak, akkor szakítson időt arra, hogy áttanulmányozza a jegybank törvényt, annak passzusaiból ugyan félre érthetetlenül kiderül, hogy a jegybank függetlensége nem cél, hanem eszköz, amivel a Nemzeti Bank legfőbb küldetését, a közjó szolgálatát látja el. Erre hívta fel Bolt Péter Rákos figyelmét. No hát, az a jellemző Matolcsy Györgyre, ez az arrogancia, amikor megkérdezték tőle, vagy megkérdeztük többen, hogy egyébként miért kíván alternatív közgazdaságtant bevezetni, mert az is a közjót gyarapítja. Egyáltalán, hogy Matolcsy György létezik és munkálkodik, az a közjót gyarapítja, az, hogy egyébként nem igaz, hogy piaci ár. Akkor ő maga a közjó. Ő maga, Matolcsy György vált, úgy látom, az illiberális államban a közjó fogalmává is megtestesítőjévé. Nem igaz, hogy nyomott árat használtak, hiszen indokolatlanul nagy a különbség az értékbecslés. Én nem tudom akkor most, hogy mihez képest nyomott ár ez.
Hát én se tudom megfejteni egyébként ezt, de ha visszagondolunk arra, hogy milyen tökéletesen jó üzleteket kötött, hát Matolcsy György volt az, aki egyébként a MOL részvényeket is megvásárolt, és elképesztő nagyot buktunk rajta, azt nem kell ecsetelnem, emlékeznek rá egyébként a kedves tévénézők. Itt valami nagyon nem stimmel. Itt azért az látszik, hogy offshore cégeken keresztül történik valami olyan üzletelés, amit mi csak szeretnénk kivizsgálni, meg szeretnénk kérdezni, homályos válaszokat kapunk, indokolatlan összefonódások vannak ügyvédirodák között, a kormányzati szereplők között, nagyon nagy árkülönbséggel vesznek meg, és még egyszer mondom, nem tudom, hogy hol végződnek ezek a cégek, és az a kormány, aki offshorozott egy életen át, az azért kicsit jobban figyelhetne az ilyen ügyletekre. Na, hát akkor várjuk a kérdéseket, még jobban a válaszokat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.